Meg volt a lehetőségünk, de mondom, hogy a kiállítás után úgy érzem, hogy az egy pontért megküzdöttünk. Ez tényleg teljesen más döntetlen volt, amit mondjuk eddig megszereztünk. Gondolok itthon az otthon szerzett elhullasztott pontokra, amit igazából már megvoltak, és kiengedtünk a kezünkből. Ez a mérkőzés teljesen más volt. Ezért meg kellett küzdenünk ezért az egy pontért. Mindig az az első cél, hogy ne kapjunk gólt, utána pedig az, hogy minél többet támadjunk, a kontrakra építettünk. Úgy gondolom, hogy megvolt a két zicserünk, ami sajnos nem használtuk ki, a kiállítás után pedig örülnünk kell az egy pontnak is. Kevéske ez az egy pont, de igazából, hogyha megnézzük, akkor már lassan már két és fél hónapja nem kapunk ki. Egyszer reméljük, hogy most már meg fog fordulni a szerencsénk, és ezeket a meccseket most már mi javunkra el tudjuk dönteni. Ezzel sajnos nem vagyunk beljebb, mindenképp azt szeretnénk, hogy elkerüljünk a kieső helytől, úgy tudom, hogy el is kerültünk ez az egy ponttal, de hát nem az a cél, hogy elkerüljünk, hanem benn maradjunk stabilan a bajnokságban. Próbáljuk megfogni a pozitív oldalát, igazából csak ezzel tudjuk szerintem átlendíteni magunkat, és hogy hajtani kell és csinálni a dolgunkat. Igazából nem szabad keseregni azon, hogy most megint csak egy pontot szereztünk. Ennek is örülni kell, és lehet, hogy pont ezek az egy pontok nagyon fontosak lesznek a végelszámolásnál.